tartalmas nyarat tudhat maga mögött a Móri Zsigmond Színház. A főbb eseményekről, számadatokról hétfőn az évadnyitó társulati ülésen számoltak be. Elhangzott két darabjukkal négy fesztiválon is részt vettek az elmúlt hónapokban. A Vidor Fesztivál keretében pedig mintegy 7000-re látták 32 előadásukat, amelyeket átlagosan 90% feletti nézettséggel játszottak. A társulat készen áll az új szezonra, amely pénteken kezdetét is veszi a Színházi Bestiák című darabbal, Verebes István rendezésében. A jegy és bérletárak a régiek maradtak, a változatosnak ígérkező új évadban is. Öt nagy színpadi bemutató várható a felnőtteknek, és két nagy színpadi a gyerekeknek, ezen kívül négy kamaraszínpadi előadás és három művésstúdiós előadás, tehát nem fogunk unatkozni, rengeteg bemutatónk lesz. Leginkább vendégszínészek érkeznek hozzánk, ezek között lesznek, akik gyakorlatra jönnek, hárman, 15-en frissen végzett egyetemisták, tehát pályakezdő színészek, és 6-an pedig már ismert művészek, többek között Kálid Artúr vagy Mersz Tibor például. A bemutatók címei között találjuk a Tanár úr kéremet, az Úri Murit és az 1001 éjszakát is. A nyár közben a pályázatok szempontjából is sikeresnek mondható, 16-tal nyertek összesen mintegy 130 millió forint értékben. Ebből 50 milliót a jövő évi Vidor Fesztiválra költhetnek, de színházi nevelésre, a pályakezdő színészek támogatására, könyvkiadásra és érzékenyítésre is kaptak pénzt. Felújításból sem volt hiány a Nyíregyházi Teátrumban. Megújult a Krúdi Kamara nézőtéri váró része, emellett színpadfestésre, lámpacserére és épületgépészeti karbantartásra is sor került. Fontos az, hogy legyen olyan presztízse, diplomáciai erő is legyen egy színház mögött. Az évadnyitón a polgármester a város és a színház kapcsolatáról beszélt, és kiemelte a színházat is érintő infrastruktúrális fejlesztés sorozatot. Kezdtük a ciklust a 2010-ben, ugye megújult a színészház, az nagyon fontos volt a színészek lakatása miatt. Aztán ugye jött a szabadtéri, a Bencsvilla, a parkok felújítása, és a színházon belül is, tehát mint például itt vagyunk a kamarateremben, ennek a mostani felújítása, illetve a felújítása most fejeződött be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan szükséges fejlesztés volt, ami nem látható, de mégis a színvonalas előadásokhoz szükséges. A fejlesztéseknek pedig nincs vége. A színház melletti Kállai kúria és volt Hemó épület is megújul, várhatóan jövő nyára. A tervek szerint utóbbiba költözik majd a teátrum jegyirodája, lesznek benne vendéglátó egységek is, de fő arculatát a színházi világ adja majd. A színházi funkciója még egy rendezvényterem, ahol alkalmanként miniprodukció bemutatására lehet lehetőség, illetve a kerthelyiségben egy pódium színpad felállítása, a nyári hónapokban lehetőségünk lesz itt is kis minidrámák vagy mini előadások bemutatására, valamint egy 3D-s mozi, ami az attrakcióknál egy lényeges elem. Itt különböző színházi korokat bemutató filmek lesznek láthatóak 6 nyelven. Az új évadra visszatérve, presztízs a színház számára, hogy Macbeth című előadásuk várhatóan a Fővárosi Nemzeti Színházban vendégszerepelhet.